Ötödik éve szervezik meg az Együnk együtt egyformát elnevezésű programot Bátaszéken. Az eleinte jótékonysági célnal indult kezdeményezés annyira kínőtte magát, hogy már 1300 főre fűzik a hagyományos babgulyást. Most már az utolsó években azt láttam, az utolsó két éve főleg, akik itt járók előkönnek, azokat is megszólítjuk. Pont annak a, a fényében, hogy együnk együtt egyformát. Tehát alakuljon át egy olyanná, hogy ez nem egy ilyen segély, hanem legyen egy olyan nap, amikor 24-én mondjuk az emberek, bátaszéki emberek tényleg együnk együtt. Az 1300 adag ételhez 18 láda füstölt húst, 50 kg babot és 30 kg csipetkét használnak fel. A zöldségről és a többi hozzávalóról nem is beszélve. A segítő csapat létszáma is évről évre nőtt, több gyermek is részt vesz a jótékonysági megmozduláson. Látni azokon a gyerekeken, hogy mindegy, hogy fúj a szél, hordja a havat, vagy éppen milyen idő van, hogy olyan örömmel teszik, hogy érezni rajtuk, hogy megérezték, hogy jobb adni, mint kapni. Na most én úgy gondolom, hogy a felnőtteknél is ez utolérhető, és ezért én úgy gondolom, hogy ezért érdemes megtenni. A bátaszéki rászoruló családokkal a gondozási központ segítségével vették fel a kapcsolatot, és az évek során azt tapasztalták, hogy többen nem tudnak vagy szégyelnek kimenni az ételosztásra, így többükhöz autóval szállítják ki a babgulyást. Aki szeretne együtt enni egyformát, az igyekezzen szenteste napján, mert hamar elfogy a közel 850 liter babgulyás.